Sziasztok, ez itt újfent a Kocka játékbárjának interjú részleg, a vallató robot, amelynek során Volodya mestert fogjuk kínok közé tenni, kérdések zöme fogja őt kísérteni. Nem tudom, hogy fogja viselni. Na, itt vagy? Itt vagyok, hallasz? Sziasztok. Volodya mester vagyok. A Heroes of Might and Magic magyar honlapnak a főura és egyben vezetője. Köszönöm szépen Hahakockának a meghívást, és várom a kérdéseket. Na, először is az lenne a kérdésem, hogy honnét jött ez a nagy Heroes láz nálad? Hát ugye, tudjuk, hatalmas, talán te vagy a legnagyobb rajongója Magyarországon, lehet ilyet fogalmazni. És nem tudom, honnan jött ez a Heroes láz, hogy így fogalmazzak. Gyakorlatilag ez 1997-re vezethető vissza, amikor a Áronnak az unokatestvérénél találkoztam egy igen különös játékkal. Ő folyamatosan játszott vele, és nem tudtam, hogy mi ez, ment ott a térképen, különféle lovas figurákkal szedegetett fel mindenféle ládákat, nagyon érdekesnek tűnt, hát beszálltam én is, nyomtunk egy jó kis hot seat partit, hát nem volt ez más, mint a Heroes második része. Hát itt kezdődött a tűzkeresztség, és hát utána én is feltelepítettem itthon a gépemre, és onnantól kezdve kezdődött a láz tulajdonképpen. Tehát akkor nálad is a második rész volt az igazi, hát első múlt rész is. Volt, igen, és még a harmadik rész megjelenése előtt sikerült az első részhez is hozzájutni, és mielőtt a harmadik rész megjelent volna, azelőtt azt is sikerült végigjátszani természetesen. A kampányokat is? A kampányokat is sikerült végigjátszani, igen, bár emlékszem rá, hogy a második rész utolsó pályájában nagyon megszenvedtem, és valami eszeveszett hajszálon sikerült győzedelmeskednem Roland seregeivel, de a lényeg az, hogy sikerült. Utolsó pillanatban fordult a kocka, mi? A kocka, a kocka. Igen. Ja, igen. És nem tudom, honnan jött a honlap ezután, hogy gondolom akkor ezáltal, hogy annyira beleszerelmesedtél, úgymond ebben a játék stílusba, gondolom leginkább az tetszett, nem ez a logikai körökreosztottság. Hát igazándiból nem. Annak idején még nagyon kezdetleges volt az internet korszak, ugye, még 1999-et írtunk annó, ugye, amikor a Heroes 3 kijött. És gyakorlatilag az egyik kollégám volt az, aki a munkahelyen volt internet, felhívta a figyelmemet arra, hogy hát van itt egy magyar Heroes oldal, ha akarok nézzek fel. Hát én felnéztem, és örömmel konstatáltam, hogy létrehoztak egy ilyen oldalt, méghozzá Szotyi és Menyus volt 1999-ben, aki egy kezdetleges Heroes 3 magyar honlapot készített, és hát gyakorlatilag ott volt egy Heroes 3 verseny, ahol le lehetett tölteni egy pályát, és időre meg kellett csinálni offline versenyként, és voltunk, ha jól emlékszem, 6-an, 8-an, akik küldtünk be eredményeket, és én folyamatosan kritizáltam őket mindenféle dologgal, hogy ezt miért nem így csináljátok, ezt miért nem úgy csináljátok, ezt miért nem amúgy csináljátok, és akkor azt mondták, hogy hát tudod mit, hogyha ennyi észrevételed van, akkor gyere és beveszünk szerkesztőnek, csináld te is. Na, és hát gyakorlatilag elkezdtem csinálni a dolgokat, aztán utána ugye Gepi is bekapcsolódott a csapatba, úgyhogy így négyen voltunk, akik a Heroes 3 megjelenése után... Alapítók voltatok gyakorlatilag. Így van, aztán utána telt múlt az idő, és néhány éven belül először Szotyi, majd Menyus is kiszállt a csapatból, és maradtunk mi ketten Gepivel, és hát Gepivel azóta is mi csinálgatjuk a honlapot. Hát tulajdonképpen néha-néha vannak segítőim, többek között te is, akik segítkeznek néhány cikk, vagy esetleges fordítás elkészítésében, amelyet később a honlapunkra felrakunk, de ezen kívül sajnos nincs más segítségünk. A koktélokból tudod, ki tudom keverni a jó betűket, igen, meg szavakat. Igen. Úgyhogy gyakorlatilag most ketten vagyunk Gepivel, és próbálgatjuk életbe tartani az oldalt. Babusgatni, meg javítgatni, gondolom, mert akkor az nem úgy megy, hogy csak úgy
örökké úgy marad, hanem mindig van valami gond, ugye vannak ezek a vírus támadások, nem? Meg Hát mindenféle van gyakorlatilag vele. azt el lehet mondani sajnos, hogy ez az oldal ugye 1999-ben épült, ez a motor talán 2003-4 környékén lett utoljára igazándiból új motorral ellátva, és onnantól kezdve tulajdonképpen sajnos csak foltozgatjuk ezt a honlapot, mert egyszerűen nincs időnk és lehetőségünk arra, hogy újat hozzunk létre. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a mai világban inkább lehet azokra támaszkodni, mint rajongókra, akik már régebb óta ismerik ezt a játékot, és nagyon kevesen vannak olyanok, akik újként ismerkednek meg. Többek között valószínű, hogy szülői bemutatás után, tehát gyakorlatilag, hogyha a szülő megmutatja a gyerkőcnek, hogy ó, oda néz, apa ilyen játékkal játszott annak idején, és a gyereket megfertőzi, akkor így lehet, hogy a gyerek is megismerkedik ezzel a fajta játékkal, tehát a körökreosztott stratégiával, de egyébként nem vagyok benne biztos, hogy sokan ezt kedvelik a mai világban. De azért a honlap az egy töretlen sikernek örvend, nem? Tehát így... Hát azt gondolom, Igen. hogy volt már két-három próbálkozás, megpróbált a konkurencia az oldalunk fölé kerekedni, de azt gondolom, mindig tudtunk annyit újítani, hogy az elmúlt 14 évben mi lehessünk Magyarország legnagyobb hírózzal foglalkozó Igen. honlapja. Nagyon nagy bázisa is van. Mármint egy rajongó Rajok. bázisa. Igen, hát én örülök neki, hogy Magyarországon ilyen népszerű ez a játék, illetve annak is, hogy sok olyan embert megismerhettem így az élő versenyeken, akikkel jó barátságba kerültem, és hát ők a mai napig is szívesen eljönnek, és részt vesznek ezeken a versenyeken. Úgyhogy, ha mondhatok néhány szót ezekről a versenyekről, Hát igen, persze, is akartam volna kérdezni, hogy ezeket hogyan szoktad megszervezni, vagy Hát gyakran mennyire lenni. nehéz ez, mert mindig sokan panaszkodnak, ugye, hogy az a talán a legnehezebb része, utána már Hát ez a, megtartani már. hát igen, ez egy, nem egy könnyű dolog, kell is hozzá egy szervezési készség. Gyakorlatilag 2000-ben kezdődött az első élő verseny, méghozzá Siksosfürdőn, Kiskundorozsmán, Siksosfürdői kempingben. Az első versenyt azt nem én szerveztem, illetve nem én találtam ki. Az első tábort Adler és Szotyi szervezték még 2000-ben. Aztán utána egészen jól lezajlott ez a verseny, jól érezték ott magukat az emberek, de jobban szerettek mind a ketten a játékkal foglalkozni, nem pedig a szervezéssel, ezért ők azt mondták, hogy hát ők még egyszer nem szerveznek. Aztán én úgy gondoltam, hogy kár lenne veszni, hagyni ezt az egészet, és akkor kezembe vettem a gyeplőt, és megpróbáltam én megszervezni a táborokat, és hát gyakorlatilag idén, ha minden jól megy, akkor már a 13. táborunkat fogjuk megszervezni. Reméljük szerencsés lesz. Szerencsés szó. Reméljük szerencsés lesz. És hát ugye itt van a Budapest bajnokság, Jön ami majd a mindig Vologyalák, ugye? igen. Ez egy ilyen híres, gyakorlatilag ilyen kiáltás, egy a Híres szerencsehozás. Vologya mesterféle kiáltás, így Igen, van. igen. És akkor ne feledkezzünk el még a Budapest bajnokságról, ami még Mugér bátyónak, mint egyik legnagyobb Heroes fanatikusunknak az ötlete és kezdeményezése volt, még 2004-ben. Ő volt az, aki megszervezte az első öt bajnokságot, ebből az első kettőt a saját lakásán. Aztán azt hiszem, hogy a negyedik versenytől a Csili Művelődési Központban, Pest Erzsébeten szerveződött a verseny. És hát az ötödik bajnokság után Bunker bátyó elfáradt, kifulladt egy kicsit, és akkor úgy gondoltam, hogy ennek a szervezését is átveszem, és megpróbálom. Igaz, hogy nagy erőfeszítés egy ilyen verseny megszervezése, de főként úgy, hogyha az ember versenyzik is, mint ahogy én szoktam. De azt gondolom, hogy van egy körülbelül 30 fős mag, akik jó barátságot is kötöttek egymással, és azért a 30 emberért, hogyha nem is mindenki tud egyszer eljönni egy ilyen versenyre, de így lehetőség van arra, hogy a két
tavaszi, illetve őszi Budapest bajnokságon, most már Mugger emlékversenyen, de erről majd később beszélek, illetve a táborban találkozzunk, összejöjjünk, beszélgessünk, megvitassuk ki, hogy van, mi történt vele az elmúlt időszakban, és hát ugye hódoljunk a kedvenc játékunknak. Ja, értem. És kinek ajánlanád ugye egyébként a tábort, illetve az emlékversenyt, egy profiknak, vagy kezdőnknek, vagy mindegy igazán? Én azt gondolom, hogy ezt meg kell tapasztalni, ezt látni kell. Itt nagyon szívesen fogadunk profikat, nagyon szívesen fogadunk amatőröket. Itt én úgy gondolom, hogy nincs különbség a különféle emberek között. Bárkit szívesen látunk, fiúkat, lányokat. A lényeg az, hogy 16 év fölött legyen az illető, egész 70 éves korig. Volt már 70 éves versenyzőnk, tényleg, ezt nem is volt tudtam. völgyversenyzőnk, fiatal korosztályból is, idősebb korosztályból is. Tehát azt gondolom, hogy ez a játék, ez egy igazán kortalan játék, és gyakorlatilag egyszer meg kell tapasztalni, el kell jönni, arra buzdítok mindenkit. El kell jönni, meg kell tapasztalni azt, hogy milyen ez a verseny, milyen ott a hangulat, milyen a társaság, és én azt gondolom, hogy jól mutatja az a, én mindig vérfrissítésnek hívom, az a vérfrissítés, hogy mindig minden versenyen jön egy-két újonc, aki innen-onnan hallotta, hogy lesz egy ilyen verseny, és eljönne, és mutatja azt, hogy mennyire jól sikerülnek ezek a versenyek, mennyire jó a hangulat, hogy ezek az emberek mindig visszatérnek és visszajönnek. Igen, igen, ezt én is tapasztaltam már ugye két alkalommal. Úgyhogy meg tényleg ott van egy ilyen, ha lehet is mondani, híróz élet, és tehát így ott nem tudom, azt mennyire éreztette. Meg hát vannak egyéb események, foci, ugye, ezt nem tudom, nem említetted. Hát igen, tulajdonképpen ugye gyakorlatilag a két tavaszi, illetve őszi Mugger emlékverseny, az tulajdonképpen egy két vagy egy három napos verseny. Ott igazán nem lehet másra időt fordítani. Azt ugye még nem mondtuk, hogy a versenyek általában Heroes 3 és Heroes 5 ötödik részével folynak. Gyakorlatilag az 1v1, 2v2 verseny, ahol 1-1 ellen, illetve 2-2 ellen játék van, ez a Heroes 3-mal folyik, illetve a támadásokat a Heroes 3. és 5. részével játsszuk. Egyelőre a 6. rész még nem került be a programba több dolog miatt is. Egyik dolog az a gépigény, a másik dolog pedig az, hogy folyamatos internet kapcsolat kellene ahhoz, hogy így lehessen multiplayert játszani. Támadás azért lehet, hogy lesz, nem? Majd, hát hogyha hát megoldják a dolgokat. Meglátjuk, mindent meg lehet csinálni. Gyakorlatilag ugye ezek a őszi, illetve a tavaszi és őszi Mugger emlékversenyek, ezek ugye úgymond én azt mondom gyors versenyek. Egy-két napos ugye. Egy-egy nap, vagy egy, illetve két nap jut mindegyik versenyre. Tehát ez összesen 2-3 nap alatt lezajlik. A tábor az egy más tészta olyan szempontból, hogy ott általában 10 napig ott vagyunk egy helyben, különféle versenyeket, Heroes 3 1v1, 2v2-t lehet lebonyolítani, illetve Heroes 3, Heroes 5 támadással. Itt nem kell sietni, nem kell kapkodni, van idő ebédelni, szünetet tartani, délután ki lehet menni focizni, vízilabdázni, egy kicsit kikapcsolódni, jól érezni magunkat, leülni kint kellemes meleg környezetben a nagy fenyőfák alá, és ott beszélgetni egy kicsit, tényleg az emberekkel kapcsolatot tartani. Tehát ez egy más, egy kicsit nagyon más, nyugodt környék is, tehát meg nagyon szép minden. Igen, ez egy másfajta kikapcsolódás, és hát természetesen ugye itt azért többen is szoktunk lenni, mert még a Mugger emlékversenyeken általában olyan 15 fő környékén szoktunk megjelenni, addig a nyári táborban 25-30 fő is el szokott jönni a különféle versenyekre. És nem tudom, a nyereményeket azokat hogy szerez? Azokat elég nehéz beszerezni, vagy nem annyira? Hát igen, szponzort keríteni bármely, akármilyen versenyre nem könnyű dolog. Szerencsére azért sikerült Magyarország legnagyobb kiadójával, a 7M-mel kapcsolatban állunk jó néhány évig, és tőlük azért nagyon sok, ugye hát azt tudni kell, hogy ők voltak azok, akik
Magyarországon forgalmazták a Heroes játékokat. Úgyhogy velük sikerült egy olyan szponzorációs megállapodást kötni, amelyben szponzorálták mind az offline, tehát a honlapon található versenyeinket, mint pedig az élő versenyeinket. Aztán voltunk még kapcsolatban a GameStar-ra, a PC Guru újságokkal, ők is szponzoráltak minket egy darabig, illetve hát most ugye a Ubisoft VIP tagságon kapcsán igyekszem minél több nyereményt, illetve versenyt indítani, amit hajlandó a Ubisoft szponzorálni, és így is megtenni mindent annak érdekében, hogy ne csak egy sima, egyszerű szórakozás legyen a verseny, hanem nyerni is lehessen vele. Értem, és nem tudom, mit gondolsz, már ezt részben említetted, de mit gondolsz arról, hogy manapság a fiataloknak már hát vagy idejük nincsen, vagy akaratuk is inkább a koddal játszanak, hogy nem szeretik ezeket a körökre osztott stratégiákat, vagy nem szeretnek gondolkozni, én nem tudom, mert ugye ilyeneket olvastam, ezt csak azért mondom. Vagy nem tudom, azt vagy a gondolom, rohanást, a munka, mint igen, azt káosz gondolom, van. hogy nagyon felgyorsult a világ. Igen. Gondolj csak abba bele, hogy az ilyen egyszerű játékokat, mint a sakk, például mennyivel kevesebben űzik, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, mint amikor mi fiatalok Ez voltunk. igaz, és ez is valamilyen sakk, ez egy ilyen Igen, és gyakorlatilag ugye komplikáltabb az sakk. alapja, a stratégiája, a harc része tulajdonképpen valamilyen szinten, ha nem is 100%-ban lehet hozzá kapcsolni, de egy kicsit a logikai gondolkodás az kapcsolódik magához a Heroes játékhoz. És ugye ezek a dolgok, ezek elvesztek. Most már inkább ez a bim-bum csicsat, menjünk, rohanjunk, öljünk, puff-piff, kész, jaj, de jó a látvány, és örüljünk, és menjünk tovább, játékok mennek. Erre mondtam neked azt korábban, ugye, és azt már említettük, hogy ha valakinek a szülője Heroes rajongó volt, akkor valószínű, hogy ha megmutatja a gyermekének, akkor ő is általában úgymond megfertőződik ezzel a dologgal, és azt mondja, hogy hú, apa, ez mennyivel jobb ez a játék, mint ezek a piff-puff játékok, de sajnos nem ez a jellemző. Igen, meg hát itt sok időt kell viszonylag ezek az a kód, meg ezek, amiket ugye manapság szeretne, ahhoz elérni, hogy mondjuk ilyen nagy katarzis élmény, most mondtam valamit, mert ott ugye tudod gyorsan lőni, lövik az embereket, hopp, megvan, akkor már örülnek is, de itt azért sokáig kell taktikázni, hogy a végső célt ugye elérje az ember. Hát Lehet, hogy ez a bajuk. ez így van, De viszont addig izgalmas, legalábbis már aki szereti ezen logikai agytekergő feladványokat ilyen szempontból. így van, így van. És nem tudom, tavaly, vagy bocsánat, most tavaly előtt 2011-ben, ugye te is ott voltál a Paul Anthony Romeri koncerten, nem tudom milyen véleményed volt, hogy még neked is nagyon tetszett, azt gondolom. De a szervezni viszont nem volt könnyű, nem? Nem volt könnyű, főleg úgy, hogy ugye te vetted fel a kapcsolatot Jó, hát igen, de Romero bácsival, és gyakorlatilag ugye úgy indult ez az egész, tudomásom szerint, hogy jönnek Magyarországra, és szeretnének néhány rajongóval leülni. Ez volt csak az alap. Beszélgetni, meginni egy pohár itókát, vagy valamit. És ugye ebből indult a dolog, hogy a következő levélváltás meg már arról szólt, hogy mi lenne, hogyha lenne egy koncert. És hát nem voltam könnyű helyzetben, ez kétségtelen, mert gyakorlatilag egy versenyszervezés sem egy könnyű dolog, és egy olyan dolgot megszervezni, amit még életében nem csinált az ember, hát az pedig pláne nem könnyű dolog. Úgyhogy hát megpróbálkoztam vele, próbáltam termeket keresni, ahol van zongora, ahol be lehet férni legalább 50 embernek. Nagyon-nagyon nagy falakba ütköztem, és olyan árakat találtam, ami nem emberi léptékű. De szerencsére a Csili Művelődési Központban, ahova egyébként is a Mugger emlékversenyek kapcsán szoktunk járni, ott is szerencsémre rákérdeztem, és kiderült, hogy van egy zongora és két darab pianino. És hát ebből megmutatták a különféle termeket, ahol ezek a zongorák, illetve pianinok találhatók, és egy egész kultúrát és egész jó kis termet, jó akusztikájú termet sikerült elég jó áron kibérelni, és hát ennek kapcsán akkor belevágtam a szervezésbe. És akkor nagyon sok helyen hirdettük ugye ezt a koncertet, jöttek is szép számmal az emberek, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan eseményt megrendezni,
amire nagyon sokáig büszkék lehetünk. Hát majd gyakorlatilag majd teltházót, vagy legalábbis a teremben. Igen, tehát az a terem befogadó képességére, ami ki lett találva, tökéletesen tele volt. Örült Úgy is, meg gyakorlatilag, csodálkozott is a fórumíról, jól emlékszem, úgyhogy neki igen, is és nagyon tetszett. nagyon, nagyon pozitív volt a fogadtatás, nagyon pozitív volt a hangulat, nagyon érdekesnek találtam Romérót, Egyedi mint el. élmény volt, Igen, biztos és gyakorlatilag emlékezetes. annyira közvetlen volt, mintha már évek óta barátok lennénk, és nem most találkoznánk az életbe először, és mindenhez annyira pozitívan állt hozzá, hogy el sem tudom mondani. Igen, És ez én nagyon igaz. örülök, hogy megszervezhettem ezt a koncertet, annak meg pláne, hogy innentől kezdve Romérónak a személyes barátja lehetek. Hát igen, ővel úgy konzultált is velünk, mint hogyha már 1000 éve ismernénk. Már amikor megérkezett, akkor is ilyen közvetlen, meg Igen, kedves volt. ez Teljesen. nagyon-nagyon pozitív volt Aztán még benne. Ez... meghívott minket egy ilyen külön zongora estre, lehet így fogalmazni. Igen, hát gyakorlatilag Szóval, ez volt ugye az igen. esemény, amire alapvetően Igen. Egy ilyen... Magyarországra érkeztek. Ez csak ugye ez kitérő volt ez a koncert, amit így a magyar rajongóknak adott, viszont nagyon büszke vagyok rá már csak abból az apropóból is, hogy eltelt azóta, hát már több mint 2 év, Hát 2 év még és nem, mert másfél, hát másfél majd, most. bocsánat, majd 2 év, és Igen. azóta több helyen is járt a világban Romero, és egyszerűen más nem tudott egy ilyen koncertet összehozni, illetve megszervezni neki. Igen, ez Igen. igaz. Ezt most jó, hogy mondod, észre nem is figyeltem fel annyira rá, de ez tényleg így van. És Hát, lehet, hogy egyébként visszatér ez a jó hírem, ó, ezt nem is említettem korábban neked szerintem, de ezt bejelenthetem, hogy bejelentem. lehet, hogy majd, mit tudom én, néhány éven belül visszajön Magyarországra, mert nagyon tetszett neki ez a lista, nem tudom, azt hallotta, de hogy Igen. ez a 100 legszebb város, vagy nem tudom, vagy és akkor Pécs az 33. volt, és már úgy tetszett neki. Ja, hát én itt lakom, és akkor mondta, hogy nagyon tetszett neki, itt van egy ilyen hatalmas koncertterem, ami 2 éve van jelen, ugye, és minden nagy sztár is ide jön. Úgyhogy, és nagyon tetszik neki az akusztika, mindennek, ő is mindjárt úgy megtetszett, hogy lehet, hogy majd visszatér. Csak akkor lehet, hogy Pécsre, de lehet, hogy előtte Pesten is le fog állni egy kis koncert, majd meglátjuk, de... Úgy legyen, de akkor te leszel a szervező, én meg a Ja. segédszervező. Ja, hát akkor lehet, hogy fordított lesz a helyzet. Igen, akkor megtapasztalom, milyen érzés. Másik oldalon, a sötét oldalon. Igen. Ja, és úgy tudom, hogy hát mond, ja, hogy szeretette is a dallokat, nem? Amiket szerzett így a Heroes Igen, sorozathoz. Nem én azt tudom. gondolom, hogy ez egy nagyon nagy pozitívum a Heroes of Might and Magic játékoknak, hogy egy és ugyanazon zeneszerző páros volt az, aki az összes játéknak a zenéjét szerezte, és azt gondolom, hogy olyan klasszikusok születtek, amit bárki bármikor nagyon szívesen meghallgat. Hát a Rob King volt a másik egyébként, ezt nem említettük aztán. Igen. Ő hangokat is csinálta minden részhez, szinte meg ugye a zenébe is besegíteni. Illetve még emeljük ki Brock Summers-t. Most már elmutatom, mert ezek korábbi kérdésnek a részei is voltak, de hát már lejárt a határidő. Tehát ő a másik, aki ha a 4-be, meg azt hiszem az 5-be is besegítkezett, a szaxofonista mester. Nem tudom. Úgyhogy. És nem tudom, mi a kedvenced, hogy melyik? Negyedik rész, ötödik, harmadik, nem tudom, vagy ilyen zeneileg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok zene van. Igazándiból, amikor a Heroes játékok 6. része készült, és ugye én akkor már a Ubisoftnak a VIP tagjai között voltam, akkor már, mikor kiadtak néhány dalt a kezünk közé, még a kiadás előtt, nekem már akkor nagyon megtetszett a 6. résznek a kredit témája. Ja, igen, az nagyon jó hangulatos kis. Ez egy nagyon jó és hangulatos kis zene, de hát ezen kívül természetesen annyi jó zene van, hiszen magában az első, második, harmadik, negyedik, annyi, szinte mindegyiket fel lehet sorolni. Ez körülbelül olyan, mint amikor megkérdezel egy gyűrűkujra rajongót, Melyik hogy a vajon kedvenc szereplő? melyik kedvenc szám a Vagy rengeteg szám? melódiából a 6-8 CD-nyi anyagból
szinte az összes, mert mind olyan fülbemászó, és az ember, amikor játszik, akkor szívesen hallgatja, és egyszerűen nem tudja megunni ezeket a Ez dallamokat, mert igaz. annyira fülbemászó, Aztán tehát díjakat is legalábbis kapottak, én így vagyok vele. díjat is kaptak az alkotásokért, szerintem, hogy valami szerintem nem tudom megmondani melyik részért, de hát ők elismert, kritikailag díjilag elismert szerzők, meg sok film, meg más játéknak is szerezték ám a zenéjét. Szóval egy kicsit visszhangzok szerintem, nem? Igen, hát egy kicsit visszhangzó. Ja, és említetted, hogy VIP tag vagy, ugye? Hát milyen előnyökkel, hátrányokkal jár ez a státusz? Nem tudom, esetleg mennyire beszélhetsz erről. Találkoztam már furcsaságokkal, így esetleg, ha belelátsz így a belső részlegbe esetleg. Hát persze, hogy amennyit elmondhatsz így zárt keretek között. Hát igazándiból sokat ugye nem beszélhetek, mert alá kellett írnom egy olyan szerződést, amiben nem adok ki semmilyen információt, de gyakorlatilag annyit elmondhatok, hogy igen jó a hangulat a VIP tagok között. Sajnos nem nagyon hallgatnak ránk, legalábbis többségében nem hallgatnak ránk a Ubisoftnál, mennek a saját fejük után. Aztán utána rájönnek, hogy hú, tényleg igaza volt a VIP tagoknak, hát most felbojdult az egész Heroes közösség, nem baj, majd teszünk ellene valamit, lásd városképek. De mi meg nem szeretjük azt mondani, hogy mi meg megmondtuk, hogy ez így lesz. Nem nagyon értem ilyen szempontból a Ubisoftnak az embereit, hogy miért nem hallgatnak a közösségre, illetve hogy miért vagyunk mi ott, hogyha nem hallgatnak arra, amit mi javasolunk. Én nem mondom azt, hogy minden téren az a jó, amit mi mondunk, vagy találunk ki, vagy bármi ilyesmi, de azt gondolom, hogy ha már felkértek minket arra, hogy segítkezzünk bizonyos ötletekkel, bizonyos dolgok megvalósításában, akkor jobban kell egy kicsit hallgatniuk ránk. Ami persze egy kicsit megrovás részemről a Ubisoftnak, ennyire nem szép dolog, de sajnos ez az igazság, tehát. Ez igaz. Annó kikerült egy levél is, hát most nem mondjuk meg, hogy mi és hol, de ott kiderültek egy-két dolog Igen, és az a szomorú, hogyha ellentétekről. annak a levélnek csak a fele igaz, akkor az már rég elvesz. Igen, ez igaz. Sajnos. És nem tudom, hogy neked ezek után melyik Heroes rész akkor így a kedvenc, amit így... Hát gondolom a három, akkor nem is kell. Az mindenképp, de Én és igazából miért esetleg, mi az, ami mindegyik másért tetszik, vagy csak ez az alap szisztéma az, ami idézőjelve csak. azt gondolom, hogy nem tudok konkrét kedvencet mondani. Minden játékban van valami amit szeretni lehet benne. Minden játék valamiért jó. Minden játékot lehet valamiért nagyon szeretni, minden játékot bizonyos Olyat utálni. esetekben lehet nagyon utálni. Igen. Úgyhogy nem, gyakorlatilag nincs abszolút kedvenc, mindegyik résszel szeretek játszani. Akkor te nem vetetted el a négyet, meg Én nem vetettem el sem a négyet, sem a hatot. Azt gondolom, hogy mindegyik játékban meg kell találni a jó pontokat. Mindegyik játékban meg kell találni azt, amikor azt tudod mondani, hogy jaj, csak még egy kört, csak még egy kört, csak még egy kört. És hogyha ezt meg tudod találni a játékban, akkor az már jó. Ez egyik jellemzője a híroznak, ez a Ez egyik szlogen. jellemző, igen, akit általában megfertőz, az ezzel így van, hogy csak még egy kört, csak még egy kört. Azért az egy fontos dolog, hogy azt elmondjuk, hogy igazándiból más. Van, amelyik csak egy kicsit más, mert mondjuk továbbfejlesztették mondjuk itt beszéljünk a második és a harmadik rész közötti különbségről, tehát továbbfejlesztették, több vár van, több képesség van, de gyakorlatilag az alapok ugyanazok, kicsit megnövelt csatatér van, tehát erre azt tudom mondani, hogy egy kicsit más. Eleve, ha mondjuk nézzük a harmadik és a negyedik részt, ott viszont megpróbáltak valami teljesen más irányba elmenni, mert ugye azt nem tudták már fokozni, hogy most a 9 vár után még 12 vár legyen, mert ez egy bizonyos mértékig ezt lehet Ha fokozni, van egy határa, ami... lehet növelni, de nem a végfelső. Meg hát optimalizálni. Vagy kiegyensúlyozni, ugye? Nem sikerült. Annyira legalábbis nem sikerült. Van, akinek ez bejön, tehát
van, akinek nem. Az egyetlen nagy hibája talán a negyedik résznek az az, hogy egy bizonyos idő után átesik a ló túloldalára, és onnantól kezdve a hősökkel már bárkit meg lehet verni. Tehát gyakorlatilag nincs olyan lénycsoport, nincs olyan legnagyobb lénycsoport, akit ne lehetne legyőzni néhány bizonyos mesterségekkel megáldott hőssel. És ez nem jó. Tehát azért itt kijött az, hogy hát sajnos ez itt elbukott. Aztán ugye az ötödik résznél meg visszatértek ugye a harmadik rész alapjaihoz, de próbáltak újat belehozni, de hogy most miért nem sikerült 100%-osan nem tudjuk, de alapvetően azt gondolom, hogy ez sem lett egy rossz játék. Voltak bizonyos olyan dolgok, például a Ghost Mode, amit nem sikerült 100%-osan kidolgozni, de ettől függetlenül működőképes. Csak ugye ez volt az a rész, ahol már a 21. századi grafikát be kellett hozni a játékba, és azt gondolom, hogy a Heroes játékoknak nem tett jót az, hogy 3D-sítették. Tudom, hogy nem lehet megkerülni, a mai játékokat már nem lehet kiadni 2D-ben, a mai játékokat már nem lehet rajzolva kiadni, mert ugye a fiatalok azt mondják, hogy ez mi. Uh-huh. Hát én grafikáért veszem meg a játékot. Nem lehetne akár kettő között, ugye, de hát az se sült el valami jól a 4-be. Nem nagyon lenne sikere, és én azt gondolom, hogy a bizonyos részekkel amennyi ős rajongót vagy elveszítenek, annyi újat is megnyernek vele. Tehát az a tábor, aki fanatikus ennek a játéknak, az nem nagyon csökken. Nem is nagyon nő, de nem nagyon csökkent. Tehát megvan az a bizonyos szám, mert ezek a játékok játszanak. Mag. És ez igaz a hatodik részre is, hogy teljesen más lett alapjaiban, más taktikák, egyszerűsítések vannak benne, ami bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból nem jó. Pro kontra lehetne itt mindenféle érveket hozni. De azt gondolom, hogy aki meg tudja találni a szépségét a hatodik résznek, és meg tudja találni benne ugyanezt a csak még egy kört, ha már ezt emlegetjük, dolgot, akkor az sem fog nagyon csalódni. Persze egy kicsit kiábrándító maga a kommunikáció, a játékkal kapcsolatban, egy kicsit kiábrándító azt, hogy mennyire lassan történnek dolgok, a pecsek, ugye. Mind egyéb dolgokban, de ugye ennek a hátterét azért tudjuk, hogy ez miért van. És gyakorlatilag, ha ezt valaki így el tudja fogadni, nem egy rossz játékot kap. És hogyan érzed egyébként, hogy ha már beszéltünk a versenyekről, meg most az egyes részekről, hogy mely rész lehetett az, ami így mond ilyen versenyjáték, a multiorientált játék, ami ugye erősen talán az oldala az, ami ismert leginkább a rajongók között, meg szeretett. A harmadik rész, második rész, nem tudom melyik az, ami szerinted. Egyértelműen a harmadik résztől kezdődött ez a multiorientáltság, és hát ugye gyakorlatilag mindegy, hogy interneten vagy hot seat-en keresztül játszol. Vagy hálózat. Vagy hálózaton, igen. De gyakorlatilag azt gondolom, hogy mindkettőben megvan az izgalom. Hot seat főleg haverokkal jó, amikor hárman, négyen összeültök egy géphez, akár a gép ellen, akár egymás ellen játszatok. Közben lehet beszélgetni. Hatalmas nagy élmény tud lenni. Igen. Ellenben viszont ugye hát magában az online tornákon, versenyeken, amit mi is megrendezünk, ugye a Mugger emlékversenyeken, illetve a táborban, ott viszont egyértelműen a hálózati vagy az internetes játék, ugye, ami így a... Be egy közösségbe. Téli időszakban inkább ez az, ami szóba jöhet. Múlt után térünk vissza az egy játékos témakörre, hogy a kampányok esetében mit gondolsz, melyik résznél oldották meg a legjobban, melyik tetszett, esetleg miért, mit fejlesztetnének rajta, hogyha nem tudom, ugye mondjuk az új részeken, hogyha nem tudom, mennyire tetszettek a régi, meg az új típusú, ha lehet így ketté választani, mert az első három rész a számra kicsit ilyen régi, még talán félig a négy is, és akkor az ötnél már ilyen filmes, kicsit ilyen forgatókönyvszerű kampányok vannak, nem tudom, melyik tetszett neked. Hát igazándiból azt gondolom, hogy nem az számít, hogy milyenek az átvezető videók. Persze az is számít, hiszen a 21. században vagyunk már, de én azt gondolom, hogy a Heroes kampányok magukban a történetekben általában nagyon jók. Jó a sztori, jó a kidolgozás, jó persze kisebb hibák vannak, de ezt most ne ecseteljük.
Azt gondolom, hogy a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik rész sztoriát is ki lehetne akár emelni. Most az elsőt csak azért nem mondom, mert ugye az valaminek a kezdete volt, és ott még nem nagyon beszélhetünk ekkora sztoriról. Érződött, hogy ez egy ilyen szárnypróbálgatás, tehát még valószínűleg nem, még csak kapargatták a témakör felszínét, de aztán... Hát az első három rész az szerintem egymásra épül így fejlődési ütemben, és gyakorlatilag, ha nem egy-kettő-háromnak hívnák, akkor lehetne azt mondani, hogy egy... Meg egy világban játszódik is, szóval. Kiegészítő, vagy valami hasonló, persze idő is eltelt közötte, meg a grafika is változott valamennyit az előnyére, de ettől függetlenül ugye ezt mondhatjuk. És ugye a negyedik rész volt az első olyan, ami jobban változott. Én nem vagyok forgatókönyvíró, és én nem is javasolnék fejlesztési lehetőségeket. Ezeket általában olyanok csinálják, akik nálam jobban értenek ehhez. Tudod, egyébként ízlések és pofonok, hogy kinek mi tetszik, meg mi nem tetszik. Van, aki ezt szereti, van, aki azt szereti. Ez igaz. És sokan csalónak tartják a gépet, tudod mindig, de hát ez ilyen játékoknál természetes, nem ezeknél? Igen, azt gondolom, hogy a gépnek valóban csalnia kell, mert egy AI még nem éri el az emberi agygondolkodási szintjét. Úgy kompenzálják. Sok része más, mint a többi, és ugye, amit már említettünk ezzel kapcsolatban, hogy... Bocsánat. hogy a többi régi motorosok nem veszik azt figyelembe, hogy mindegyik rész más. Mindegyik részben másként programozzák az AI-t, mindegyik részben többé vagy kevésbé csal, mindegyik szinten többé vagy kevésbé csal, de ha ez nem így lenne, akkor pedig egysíkúvá, unalmassá válná valószínű az egész. Így meg lehet, hogy egy kicsit idegesítő, ugye a legnehezebb szinten, hogy a gép az bú, hát hogy lehet már ennyi seregre a második héten és egyébként is. Én azt gondolom, hogy ki kell ismerni az AI taktikai programozott lépéseit, és akkor nem lehet probléma. Meg így jobban ki kell használni a képességeket, nem? Jobban kell lépni a lényekkel ahhoz, hogy ugye sikert érjen, mert egyébként... És meg kell tanulni úgy csatázni, hogy a lehető legkevesebb létveszítés. Nem lehet úgy menni csatáról csatára, hogy csak lényeket veszítesz, hiszen ugye a gép alapvetően már az elején így emiatt, hogy idézőjelbe téve csal, emiatt több lénnyel indul, és úgy gyakorlatilag nem is veszít. Bár mondjuk csatákban sokszor hülyébb, tehát ott szokott veszíteni, belemegy, mit tudom én, valami nagyba. Persze, akkor... hát ez egyértelmű, de hát azért tökéletesen nem tudják programozni. Ha persze, hát igen, amíg fejlődni kell. Így van. Ja, és ugye beszéltél egy kicsit a hatról is, nem tudom, neked mennyire tetszett, hogy sokan ilyen negyedik részhez hasonlították, tudod, hogy jó ötletek voltak, benne szép a grafika, de úgy valósult el a megvalósítás, meg bugokkal volt el, nem voltak városképek se ugye rendesek, főleg nem 3D-ben, nem tudom, te hogy vélekedtél erre, ugye magyarok csinálták, gondolom annak örültél. Örültem, hogy magyarok csinálták, és hála Istennek elég jó kapcsolatban is voltam velük, és a többi VIP-takhoz képest azért sokkal nagyobb belelátásom volt a dolgokban, bár azért ugye szerződésileg őket is kötött mindenféle dolog, tehát akármit nem mutathattak meg nekem. De én azt gondolom ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy a háttérbeli dolgokat sokan nem látják, láthatják. Ezért nem tudnak objektíven véleményt nyilvánítani. Tehát ugye amíg nem tudjuk, hogy mi történik a Ubisoft, mint kiadó, illetve maga a Black Hole, mint fejlesztő cég között, milyen megállapodások köthetnek, mire kapnak megbízást, mire kéri őket a Ubi, hogy hagyják ki, ne hagyják ki, tegyék bele, ne tegyék bele. Én ebből azt szűröm le, hogy az Ubi költségtakaróskossági okokból kivett olyan egyértelmű dolgokat, és maradjunk csak a városképeknél például, vagy menet közben megváltoztatott, amit nem biztos, hogy jó. Vagy kevés népszám, ugye, ott is. Volt egy alap elgondolás, elindultak, megcsináltak egy alapot, és menet közben mind a kiszivárogtatott hírek, mind a hivatalos hírek, mind egyéb gyanánt jöttek ugye a különféle rajongói vélemények ezzel kapcsolatban, fúj, tetszik, nem tetszik, stb. És ugye menet közben sokat változtattak, ami persze egyértelműen nem tett jót De ez mind az Ubisoft De ettől függetlenül azt gondolom, hogy maga a játék annyira rosszra nem sikeredett. Ja. Hát valószínűleg a négy szerintem is azért jobb.
Tehát Én így... megmerem kockáztatni, nem csak a négynél jobb. Hát igen. Ja, Tehát hát én nem csak, látom, nem én nem csak. teszek különbséget különféle részek között, de azt gondolom, hogy a mai világban nagyon ritka egy olyan játékot kiadni, ahol maga a kampány rész 150-200 órát eljátszható. Igen, Igen. hosszú, ez tanúsítható. És az ilyesmi nagyon ritka, és persze ez erre lehet azt mondani, hogy ez igazándiból jó, vagy nem jó, nem tudni. Az viszont egyértelműen biztos, hogy az Ubi eldöntötte, hogy ő a kampányokra fekszik rá, nem pedig a multiplayerre, nem pedig arra, hogy a térképszerkesztőt felhasználó baráttá tegye. És emiatt én azt gondolom, hogy azért lesz rövidebb életű játék, mint akár az ötödik, akár a harmadik rész, mert ezek azok a dolgok, amik életbe tartanak egy játékot. Tehát mind a multiplayer, mind az, hogy egy olyan térképszerkesztő készüljön, ami nem annyira bonyolult, hogy az emberek nagy többsége rászánja magát, hogy egy kicsit megismerem, és tudjon olyan rajongói térképeket csinálni, amit még évek óta is játszanak, és én ebben látom például a harmadik résznek a sikerét, hogy egy fantasztikus térképszerkesztőt csináltak hozzá, egy 6 éves gyerek tud egy egészen jó térképet kreálni belőle, és onnantól kezdve minél több térkép van, a játékosok annál inkább újra és újra előveszik ezt a játékot, és újra emiatt kezdenek el játszani. És ha a hatodik részhez nem lesznek térképek, akkor sajnos nem lesz, aki Hát játszon vele egy igen, időt. ez a továbbélést biztosítja az egész résznek. Gondolom akkor ez a Conflux rendszer sem tetszett neked annyira, mert ugye ez is hátradató tényező valamilyen szinten, mert ezt annyira beharangozták, hogy mennyire érdekes, jó lesz, meg szabad rendszer lesz, mindenki mindenkivel azonnal találkozhat az interneten, és szervezhet meccseket, stb. Hát nem tudom ezt, hogy véletlenül, ugye sikerült-e nekik. Úgy látszik a... Én azt gondolom, hogy a kezdeményezés jó volt, hiszen a világban az ilyen netes felületű játékok irányába halad minden, lásd ugye a legnagyobb etalonnak mondott Blizzardot, és gyakorlatilag a hosszú távú megélhetést is ez biztosítja, csak egészen addig, ameddig a megvalósítás, illetve az erre költött összeg, a szerver háttér, hagy kivennivalót maga után, hát addig nem vagyok benne biztos, hogy ez túlságosan jó dolog. Ugye, mert ezzel csak azt érték el, hogy ilyen félmegoldásokat alkalmaztak, hogy azok, akik eredetiben vették meg a játékot, sokszor nem tudtak játszani, illetve hát ugye tudtak, csak offline, amikor nem voltak elérhetőek, mondjuk a dinasztia fegyverek és egyebek. Azok meg, akik ugye hát nem eredeti játékkal játszottak, azok pedig hát ugye élvezték minden előnyét. Ezért pedig azt csináltak, amit akartak. Tehát gyakorlatilag igen, szóval ez a fél megoldás, ez nem Ez sikerült igaz. 100%-osan, De azt most úgy gondolom. látszik, hogy már ugye, amit mondtál is, hogy hocit az már kicsit háttérben marad, meg a hálózati lehetőség, és akkor inkább ugye az internetre bizniszelnek, hát de ott van már pénz, úgy látszik ebbe is, ugye, meg úgy gondolják, ugye, hogy a játékos bázis ugye azt állják ki, de hát ez tényleg látszik, amit te is mondtál, a többi nagy franchise esetén, hogy hány millióan játsszák az online játszható játékokat. És nem tudom, milyen stratégiát tanácsokkal látnád el ugye ezek után ugye a Heroes sorozat lelkes játékosait így a 3, 5, 6 esetén mondjuk, hogyha ilyen népszerűbbeket mondjuk. Ugye nem egy díj áll a vitrinedben. Én magam is láttam annó saját szememben, úgyhogy Igen, azért azt úgy tudom vélem, hogy mondani, te hogy értesz hozzá. én azt tudom mondani, hogy igazándiból az offline és az online, tehát az élő versenyes taktika az teljesen más. Gyakorlatilag én egyben nem vagyok egy nagy ász, tehát vannak nálam azért lényegesen sokkal jobb játékosok eredmények tekintetében is. A támadás versenyek kapcsán esetleg tudnék tanácsot adni, hiszen a díjaimnak a 90%-a, 95%-a ebből tevődik össze. Egy pillanatra álljunk meg, hogy ezt csak annyit, hogy a Ja, igen. támadás azt gyorsan elmagyarázni a Ja, nézőknek, hogy csak annyi, igen, meg az támadás. egy versus egyet, vagy az mi Gyakorlatilag pontosan. az 1v1 ugye az egy multiplayer térképen játszódik, Heroes 3-mal,
Vagy egy sima föld fölötti, vagy föld fölötti, föld alatti résszel is megáldott térképen. A lényeg az, hogy vagy open, nyitott térkép, vagy close, zárt térkép. Zárt térkép az azt jelenti, hogy két-három helyen lehet átmenni az ellenséghez, vagy akár csak egy helyen, amit hetedik szintű lények védenek, tehát az első két-három hétben nem nagyon lehet átmenni, illetve csak nagyon profik tudnak átmenni. És akkor ugye az nyer, akinek sikerül a másik csapatát legyőznie. A támadás verseny pedig gyakorlatilag arról szól, hogy mindennek megvan az ára, lényeknek, hősöknek, varázstárgyaknak, varázslatoknak, képességeknek és minden egyébnek. Van 25 ezer arany, és 25 ezer aranyból kell építeni egy csapatot. És utána ezzel a csapattal kell az összes többi versenyző csapataival egy oda-vissza vágón megmérkőzni. Aki nyer, egy pont, aki veszít, nulla pont. És aki a legtöbb pontot gyűjti, az lesz a győztes ennek a versenynek. Tehát ebből is kiderül, hogy igazándiból, hogy az 1v1 játék az ugye a kalandtérképen plusz a csatákban dől el, míg a támadás versenyeken csak csatázni kell. És én azt gondolom, hogy én a csatázásban vagyok, ha nem is vérprofi vagy profi, de jó. Amikor már a kalandtérképen kell jönni, menni és átadogatni dolgokat, 8 hőssel rohangálni erre, arra, amarra, ott még lehetne javulnom, azt gondolom. De ennek ellenére a tanácsot adni. Egy offline versenyt, egy otthoni versenyt, vagy a gép ellen játszani teljesen más taktikával lehet. Ott el lehet húzni az időt, bizonyos ideig meg lehet várni, hogy a gép jelenjen meg esetleg, és ott csapást mérni rá. Viszont egy online, egy élő verseny ezt nem lehet megcsinálni. Ott az első hét végén már meg kell, hogy legyen az esetek 99,9%-ban a hetedik szintű lény, második héten már csak hetedik szintű lénnyel kell menni, illetve a területet kitisztítani. 8 hős alap, 8 hőssel meg kell tudni 4 perc alatt oldani mindent. A csatákat, a különféle átadások, lény átadásokat, a különféle dolgok felszedését, tehát gyakorlatilag mindent. Úgyhogy ezzel Ványák. azt hiszem, hogy nagyjából elmondtam, hogy mi a különbség így a két játéktípus kapcsán, de ebbe is, abba is bele lehet tanulni. Én azt gondolom, hogy ezt csak gyakorolni kell, és ezt mindenkinek tudja tanulni. Esetleg más hasonló stílusú, de más játékokat szeretsz írozon kívül ebben a körökre osztott stílusban? Hát Vagy... igazándiból gyakorlatilag, amivel még játszottam, az Age of Wonders sorozat, Disciples 2, szeretem például még a Clash of Heroes-t, vagy akár csak a felújított King's Bounty sorozatot. Ezeket mondanám így igazándiból, amikkel játszani szoktam így stratégiai, illetve félig meddig körökre osztott, vagy RPG stílusban. Illetve hát más dolgok pedig a sportjátékok, olimpia, foci, kosárlabda, esetleg kártyajáték, póker. Persze nem Nem ilyen rendes online fizetés. felületen, hanem csak így szoftveresen így elszórakozgatok a gép ellen, így teljesen amatőr szinten. Értem.
is idő. És gondolom már várod te is a Heroes kiegészítőt, bár legutolsó közlemények szerint eltolták, azt hiszem már is kettőre. Hát mi a vélemény így az első képek leírások alapján? Mit tartasz a legnagyobb új tartalomnak benne, vagy a legjobb bővítésnek, újításnak? Mi a vélemény arról, hogy új fejlesztőt kapott most megint, most azt hiszem egy kínai cég csinálja. Hát én azt gondolom, hogy ez a rettentő sok fejlesztő. Hát a véleményem az, hogy nem igazán volt szerencsés a folyamatos fejlesztőváltás. Ugye az alapjátékot plusz az első patcheket még a magyar illetőségű Black Hole Entertainment készítette. Aztán utána jött képbe a német Limbic, aki a patcheket plusz a két darab DLC-t készítette. És most jött elő ez a Virtuos Game nevű kínai társulat, akik készítik az első, és hát szerintem utolsó kiegészítőjét is a Heroes 6-nak. Igazándiból én azt gondolom, hogy a mai világban semmi sem kell meglepődni. Nem szerencsés, de valamiért így döntött az Ubisoft, az ő joguk ezt eldönteni, hát úgy csinálják, ahogy akarják. Viszont örülök az új várnak, főként azért, mert a kedvenc lényeim a Minotaurusok is visszatérnek. Aha. És hát És ugye a Heroes Elvis 6-nál szerepben lesznek, nem? Vissza megint, ugye? Mármint ilyen Elvis. remélem, hogy elit lények Igen, lesznek igen. belőlük, és nem degradálják le őket holmi kor lényekké. Ebben nagyon bizakodom, mert ugye az ötödik részben eléggé ledegradálták őket a harmadik, negyedik részhez képest. Hát és igazándiból ugye a hatodik résznél nem tudom, hogy túl sok új tartalomról beszélhetünk-e, de azért abban reménykedem, hogy bőven kapunk bugfixeket, amin sajnos még mindig jelen Elvileg van a lesz, valamit játékban. mondtak, hogy tehát az lesz az utolsó patch, tehát azzal együtt adják ki majd. Igen, úgy hallottam én is, igen, hogy az lesz az utolsó patch, és hát egy kicsit használhatóbbá teszik a térképszerkesztőt, amely még mindig nem a legfelhasználóbb barátabb. És hát ugye, ami hiba, amit már elmondtam, mert egy játék hosszú életét a térképszerkesztő és az amatőr térképszerkesztők biztosítják, úgyhogy hát bízom benne, hogy valami jó fog kisülni Hát belőle. sokan azt mondták, hogy még a grafika is szebb lett így a képek alapján, hát én most nem tudom ezt így megítélni, Igazándiból majd de... a puding próbálja az evés, ezt szokták mondani. Hát meglátjuk, amikor kezünkbe veszük a játékot, és látjuk, hogy De ugye az egységképek tetszettek, vagy milyen én az ötlet? azt gondolom, hogy az egységképekkel nincs probléma, egészen kreatívak voltak, kivéve a színösszeállítást, bár azt is nagyon jól tudjuk, hogy az összes várnál is nagyjából megvan az a színhatás, amivel dolgoztak. Egy kicsit talán sok lett a lila, de hát na, belefér szerintem, A mint sárkány ez. az meglepetés volt, mert azt mondták, hogy a hatban nem lesz Igen, meglepetés sárkány, volt, de azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy rossz volt a gondolkodása a városképek kapcsán is, ugye, és emiatt is elég sokat kaptak a fejükre, hát most egy kicsit ezen is változtattak, és gondolom, hogy ez a rajongók nyomására ja, folyt. hát most ugye az új város, a Dungeon is, ez is most az új kettődés megoldással lesz, nem ezzel a ablak Igen. valamivel. Ilyen Heroes 3-as hatás ugye egy kicsit. Igen, ami szerintem nem Ja, rossz. hát ez nem rossz, ja. Igen, meg azt akartam mondani, hogy én láttam annó egy-két semleges lényt is. Nem tudom, hogy te azt láttad, de például a fekete fárdusz, ilyenek, szóval ez egy ilyen érdekes dolog egyik Nem képen. tartom rossznak azt, hogyha a semleges lények számát szaporítják, figyelembe véve azt, hogyha nem igazán terveznek, tehát ha ez a megfontolás, hogy nem terveznek több várat, vagy több kiegészítő lemezt, akkor természetesen úgy lehet változatosabbá tenni a játékot, hogyha a minél több semleges lényt is megpróbálnak Ja, ez belepakolni ebbe a igaz. kiegészítőbe. Zárják le nagy bummal idézőjelvel, legalább meglepetés, hogy akkor legalább a semleges részen is bővítenek. Így van. Ja. De az akkor így nem baj neked, hogy kínaiak csinálnak, sokan mondták, tudod, hogy ez, hogy lehet ilyen túl keleties lesznek, hogy a kínai piacnak dolgoznak, tudod, már a hatra is mondták a nágák miatt, de Én azt de gondolom, most hogy nem. ez nem lehet probléma annak, aki szereti a játékot. Meg kell békélni azzal, hogy sajnos ennek a szériának ez a része ennyi fejlesztő kezén megy keresztül. A lényeg az, hogy ki tudják bogozni azt a rengeteg kódot, amit a Black Hole-os fiúk beletettek, és meg tudják tényleg meg tudják szüntetni azokat a hibákat, illetve tényleg valami olyat tudjanak lerakni az asztalra, ami
esetleg a későbbiekben, akár egy Heroes 7 kapcsán jó lehet. Bár nem tudom, hogy ők fejlesztik-e, vagy valaki más, ez majd még a jövő zenéje. És mit gondolsz akkor ezek után, hogyha már említett, hogy a hetedik része mi várható, hogy mi az, amit szerinted így a Heroes szérián jövőben még javíthatnak, meg újíthatnak, esetleg úgy, hogy beveszi a gyomra az ős rajongóknak is Hát én azt azért. gondolom, hogy én reményteljesen állok a folytatáshoz. Én azt gondolom, hogy egy ilyen méltán neves szériát nem szabad jegelni, illetve félbehagyni. Annyi a teendője szerintem csak a Ubisoftnak, hogy egy megfelelő és egy nagy fejlesztő csapatot is hozzá talál, és ehhez hozzáteszi a megfelelő pénzmagot, illetve hagyja egy kicsit Lélegezni, úgymond az új fejlesztőt. fejlesztőket hagyja egy kicsit jobban, szabadabban kreatív ötletekkel fejleszteni a játékot, és onnantól kezdve meglátjuk. Igazándiból én annak is örülnék, amit már korábban említettem így a Ubisoft kapcsán, hogy egy kicsit jobban hallgatnának a VIP-s tagokra. Azt gondolom, hogy nem szeretnénk rosszat a játéknak, és nem azért vagyunk mi VIP-k, hogy csupa rossz ötletekkel bombázzuk a Ubisoftot, hanem tényleg olyan ötleteket próbálunk adni, amivel csak jobbá lehet tenni a játékot. És még egyelőre titok, de a rajongók is ugye kielhetik a kreativitásokat a Heroes Magyarország fórumán és egyéb nemzetközi fórumokon is, hogy mit szeretnének a hetedik részben, hát ha meghallgattatik a kérésük, ötletük. Ezt nem tudhatjuk, ez még a jövő zenéje, de meglátjuk. Hát igen, sok helyen van ilyen, mindig az adott következő részre már, amikor megjön az adott rész, akkor az új majdani, mit tudom, jó pár évre megjelenő részre már jönnek az ötletek, tudod? Ezeken a Igen, de külföldi ez honlapokon. nem baj szerintem, mert igazándiból, ha kevés az információ áramlás, mint itt most a hatodik rész, illetve a kiegészítői kapcsán, így legalább egy kicsit lefoglalják magukat a Hát rajongók igaz. ezekkel az ötletekkel. Hogyha már végigvitték mondjuk a kampányt, meg mit tudom én. Természetesen, ha valami olyan jó ötlet születik, akkor nekünk, mint VIP tagoknak az a feladatunk szerintem, hogy ezeket az ötleteket megpróbáljuk bevinni arra a zárt szintérre a Ubisoft elé, hát ha tényleg születik belőle valami. Hát, ha egy olyan ötlet lesz, amit csettintenek egyet, hogy ez milyen jó hangzik, akkor még be is rakjuk, mert Így ilyen, van, hát és jó még lenne. viszont láthatjuk a Ja. későbbiekben. Ja, hát ezt akartam majdnem utolsó kérdésnek tenni, csak korábban említettük a budapesti Munger emlékversenyt, hogy azt nem említetted, hogy honnan jött ez a név, meg ugye maga az emlékverseny, milyen okból, vagy Hát sajnos ennek egy szomorú apropója volt, ugyanis a Budapest bajnokságot még, mint említettem, Mugger bátyó alapította, illetve hozta létre. Ő volt az első öt versenynek a szervezője, és még 2004 őszén kezdődött az első bajnokság, az első két bajnokságot még a lakásán tartotta. Hát őróla azt kell tudni, hogy nekem ő kollégám volt, az egyik legnagyobb Heroes fanatikusnak tartom, térképkészítőm és jó barátom. Aztán ugye, ahogy egyre nőttem ki magát a verseny, került a negyedik versenytől kezdve a Pesterzsébeti Csiriművelődési Központba, és hát ugye az első öt versenyben ugye én voltam segítkező, illetve hát utána pedig Mugger bátyó volt az én segítségemre a többi versenyen. De sajnos 2010 őszén Mugger bátyót elszólították az égiek, és így úgy gondoltuk, hogy mint az egyik legnagyobb Heroes fanatikus tiszteletére nevezzük el a Budapest bajnokságot, és így lett Mugger emlékverseny a neve. És hát azóta is töretlenül haladunk előre, és egyre-egyre több Mugger emlékversenyt tartunk. Igen, is láttam róla a képeket, ő talán az egyik legnagyobb ilyen. Hát meg ő fan volt, meg ő szervezte is, tehát ugye akkor ilyen Igen, szempontból igen, igen. a író szervezési életében is akkor fontos szerepet töltött be, úgyhogy nagyon, amiket olvastam, meg láttam, mondták, hogy nagyon jó fej, meg kedves Heroes rajongó volt, mindenki ismerte, imádta. Elég sajnálatos, hogy ilyen hirtelen elhívták az égiek idézőjelvejével. Így van, sajnos ez tényleg ez mind így igaz, ahogy mondod. Tehát tudod, ezt szokták mondani, mindig a jó emberek mennek el először.
Hát igen, sajnos ez egy ilyen olyan mondás, ami néha sajnos eléggé valós, de Igen, bár csak nem va így valós lenne. és igaz, sajnos. Hát igen. Hát ő is elég fiatal volt, mert igazándiból 46 éves volt, amikor elszólították az égiek, úgyhogy gyakorlatilag ha ezt veszem figyelembe, remélem ez velem nem fog előfordulni, de hát én is eléggé Jó, hát közel ne vagyok is. a Ne. dologhoz, úgyhogy még Ne nézek, kérünk. jósolgassál semmilyen ilyen dolgot inkább szerintem. Igen, hát sajnos ez egy tragikus esemény volt vele, de az égiek úgy gondolták, hogy ez így van, jó, ez volt megírva odafönt a könyvbe, hát így alakult sajnos. De Lehet, hát mindegy, hogy akkor... igyekszünk évről évre, évi két alkalommal megemlékezni a Mugger emlékversenyen róla, illetve az ő által alapított versenyről, és próbáljuk jól érezni magunkat ennek ellenére. Úgyhogy hajrá, jöjjön mindenki, Igen. akinek És azt mondom, lehetősége én is van. rendszer részt vettem rajta, és nem tudom, egyébként itt ilyen támadás versenyek vannak nagy rész, bár mondtad, hogy van egy versus egy is, Igen, de amúgy... 1v1, ez képezi a verseny általában egy napját, Igen, illetve egy vagy két napon keresztül, pedig attól függ, hogy mekkora a létszám, tartjuk meg a támadás versenyeket. és arra milyen javaslatot mondanám, azt annyira nem említetted, mint tanács, ugye, a támadások, vagy oda, hogy készülnek fel a nagy rajongók, Hát esetleg milyen én azt gondolom, hogy stratégiát egy csináljanak. igazi nagy versenyzőnek van legalább egy valamilyen háttértáblázata, vagy valami, amiben tudja követni, hogy az árlista változások kapcsán mire érdemes építeni, és ebből összeépíthet egy olyan csapatot, ami igazándiból eséllyel indulhat. De lassan most már eljutunk oda a versenyeknél, mert azért már csak a sokadik versenyüket élik ezek a bajnokságok, hogy igazándiból nem az dönti el, hogy egy csapat mennyire jó, hogy mennyire jól felkészült, mennyire sokrétű vagy sokoldalú, hanem inkább az, hogy az ellenfeleknek milyen arányban vannak varázslós, milyen arányban vannak erős csapatai, illetve hogy ezek hogyan viszonyulnak a másikhoz. Tehát most már annyira sűrű a mezőny, Esetleg az most már artifaktok, annyira sok jó játékos varázslatok. van, hogy gyakorlatilag itt ezek az arányok már eldönthetik azt, hogy egy egyébként jó csapat mennyire indul jó esélyekkel a dobogós vagy az első néhány helyért. És azt gondolom, hogy igazándiból nagyon sokat lehet tesztelni az előző verseny top csapataiból. Tehát ha már egy olyan csapatot létre tudsz hozni, ami az első 3-4 helyezettet, ha nem is könnyedén, de képes megverni, akkor nagy valószínűséggel az arányokat is figyelembe véve az egy jó csapat lehet a Akkor az már versenyen. esélyes, akkor még a dobogó fele. Így van. Hát igen, most már elég sok idő volt arra, hogy ezek kifigyel. Meg vannak azért néhány taktika, gondolom, van egy-két olyan pont, ami esetleg ismétlődik azért már, miatt, hogy már tizennéhány éve megy ez a támadás típus verseny. Természetesen mindig vannak, sőt, Mármint azt olyan én szempontból, hogy mit tudom, most mondok valami repülős egységekkel, megy valaki életerő szívó, ugye vámpír, és ilyenekre sorolhatnám, de megvannak az ilyen taktikák. természetesen mindig vannak ismétlődő csapatok, elmondhatom azt a titkot is, hogy én mostanában nem nagyon van időm arra, hogy túlságosan sok új és kreatív csapatot csináljak. Én azt szoktam csinálni, hogy általában az utolsó 3-4 versenyen lévő csapatokból megnézem azt, hogy melyik tetszett nekem nagyon, melyikben látok fantáziát. Egy kicsit a saját képemre alakítom, tehát alakítok rajta, nem pedig átveszek csak egy csapatot. Megpróbálom minél sokrétűbbé tenni, és általában ezzel indulok, és ez mostanában beszokott jönni. Ja. Jó, hát igen, van egy pár ilyen támadás versenyből is, nem? Igen, 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 igen. Hát Heroes 3 versenyt eddig csak egyet nyertem, de második, harmadik helyezettből, vagy helyezésből talán egy tucattal is van itthon. Illetve hát ugye, amiben én nem azt mondom, hogy én vagyok a legjobb, hanem inkább az, hogyha úgy érzem, hogy az én csapatom jó, és itt a hírozott támadásra gondolok, akkor igyekszem maximálisan megpróbálni felkészülni az ellenfelekből, és megpróbálni a maximumot nyújtani, amiben természetesen a luck és a morál igen erősen beleszól, és az általában az én oldalamon szokott lenni.
Azért Úgyhogy szokták gyakorlatilag mondani, nekem hogy nem a fölkészülés valahogy a szerint az vallák kis moráljától védje meg az Isten, mi? Igen, ezt is szokták mondani. Azt gondolom, hogy ez a felkészültségem az, meg tényleg az a kis szerencse, ami segít abban, hogy nagyon sokszor sikerüljön az első helyre. Jó, áll meg a tudás, a tapasztalat. Jó, oké, persze ez is Azért. benne van, mert mindenféle versenytapasztalat nélkül nagyon nehéz az embernek fölállni az első három helyre, de azt gondolom, hogy nem lehetetlen. Igen, a gyakorlat az mindig kell, ugye a gyakorlat teszi a mestert, ugye, de viszont kell mellette sok más egyéb apró, olykor nagyra törő tényező, de Így van, tudnék igen. sorolni neveket egyébként a versenyekről, de nem teszem meg, nehogy véletlenül valakit kihagyjak, Értem. aki akár a harmadik, negyedik versenyén el tudott odáig jutni, hogy föl tudott állni a dobogóra, vagy nehogy Isten, még meg is tudta nyerni a versenyt. Na. Nem egy ilyen verseny van, úgyhogy nem reménytelen. Üzenem a Tehát kezdőknek. hajrá, újoncok, idézőjelölje újoncok, hajrá jelentkezni a Így van. versenyekre. És ha már ugye mondtuk, hogy mennyi díjat szereztél, de még kaptál egy másfajta díjat, nyertél, egy Michael Arkangyal szobrot, ugye hát volt egy ilyen 4-5 lehetőség, amelyre lehetett szavazni ezekből a Heroes gyűjteményekből, és hát szerintem is neked volt a legnagyobb méretre, meg mennyiségre, mindenben, meg hát ugye tudjuk, hogy azért elég nagy rajongója vagy ugye a sorozatnak, és hát nyertél ugye, úgyhogy nagy gratuláció így a Hát részemről, és talán az egész magyarországi rajongó bázis felől is. nagyon szépen köszönöm, és ezúton köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradtságot a Facebookon, hogy szavazzon a kollekcióra, illetve a gyűjteményemre. Nagyon örülök neki, mert azt gondolom, hogy nagyon kevés van ebből a szoborból virágszerte, és ez egy nagy dolog, hogy a gyűjteményemben tudhatok. Már el kell mondjam, ismételten egyet. Hát igen, lehet látni a képen. Igen. Legalábbis a dobozt, igen. Jó, nagy. Szóval úgyhogy minden esetre helyet azt foglal, de hát nagyon szép, azt lát, elmondhatod, hogy tényleg nagyon jó, szépen kialakított, megmunkált Igen, és hát azt szoborról is van elmondhatom szó. a gyűjtemény kapcsán, hogy azért ezt a gyűjteményt már úgy körülbelül 15 éve gyűjtögetem, tehát azért ez a gyűjtemény nem egyik napról a másikra lett ilyen, amilyen. Némelyik Úgyhogy amilyen részét gondolom nehéz is lehetőség volt beszerezni, nem? Nem volt könnyű beszerezni, de azt gondolom, hogy vannak a gyűjteményben olyan egyedülálló relikviák, és itt gondolok például a Romero aláírások, Romero Rocking aláírásokra, vagy gondolhatok itt a Heroes Chronicles sorozatra, ami nem sok mindenkinek van meg, és nagyon kevés példányszámban került kiadásra annak idején, amikre nagyon büszke vagyok. És azt gondolom, hogy ezek a kuriózumok is elég nagyját teszik ezt a gyűjteményt. Igen, ezek talán ritkaságnak számítanak, aki világszerte is, nem? Némelyik, legalábbis nehéz Igen, beszerezni. igen, 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 igen. Vagy hát sorolhatnánk ugye azt a gyűjteményt, ami a Heroes 1-től 5-ig az összes részt tartalmazza. Ebből is, ha jól tudom, akkor csak 20 ezer példány került ki világszerte, és ez is sorszámozott példánynak, úgyhogy Ja, nagyon nagy az is megvan ritkaság. akkor. Nagyon nagy ritkaság, hogyha valakinél megjelenik mondjuk akár egy eBay-en, vagy bárhol máshol fellelhető egy ilyen példány, és megszerezhető, mert azért, akik igazi nagy rajongók, azok ezek megtartják maguknak. Hát igen, ez fontos égköve ilyen szempontból, mert ritkaság számít, tehát. Ja. Így van. És hát nem tudom, ennek örömére is részben gondolom, meg hát hogy az Ubisoft kezdeményezésére, illetve hát esetleg a saját ötletedből találtad ki ezt a Dual Heroes 6 versenyt, amely jutottam az első lesz a sorban, legalábbis ezen a titulusban. Ebben Így nem van, volt. Az első lesz Magyarországon, és első lesz világszinten is. Hát igazándiból ugye én nagyon szeretek versenyeket szervezni, korábban is volt már különféle verseny, térképkészítő és háttérképkészítő verseny. És ugye Ubisoft is előszeretettel támogatja, szponzorálja ezeket a versenyeket, amik egyediek, és igazából új dolgokat próbál az ember vele ki. És én még nem nagyon találkoztam olyannal, akik Heroes 6-tal kapcsolatban ilyen duel versenyeket szerveztek volna. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy kicsit hasonlít az élő támadás versenyekre, azzal a különbséggel, hogy itt
előre meghatározott seregekkel lehet harcolni, tehát meg vannak határozva, hogy mennyi kór, mennyi elit és mennyi champion lény lehet a seregedbe. Az egy más kérdés, hogy saját magad hozhatsz létre hozzá hőst, amivel harcolsz, ugye gyakorlatilag erő és egy mágus hőst, te magad választhatod ki azokat a skilleket, amikkel szeretnéd erősíteni a lényeidet, és hát tulajdonképpen ez semmi más, csak és egy hát csata. online, ugye, azok különbségek. Így van, ez csak egy online csata, és hát itt aki a jobb, aki jobban választ hőst, aki jobban választ csapatot egy adott küzdelemre, annak nagyobb esélye van azzal, arra, hogy könnyedebben győzedelmeskedjen az ellenféllel szemben. És tulajdonképpen ez egy viszonylag gyors, és szerintem elég szórakoztató módja a versenyzésnek, és szerencsére a Ubisoft is partner volt ebben, úgyhogy... Ja, lesznek nyeremények is akkor. Így van, lesznek nyeremények, lesznek különféle kódok, Steamről Heroes 6-os kódok, lesznek pólók, lesznek különféle poszterek, plakátok, úgyhogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy aki indul ezen a versenyen, az nem nagyon fog nyeremény nélkül maradni. Igen, igen, mert egyelőre igen, sokan nem is jelentkeztek, de valószínűleg majd fognak, mert ha jól tudom, kitoltad a így határidőt. Van, a jelentkezési határidőt február 28-án évfélig kitoltam, úgyhogy a jelenlegi 8, azt hiszem 8 jelentkezőhöz még szükségünk lenne néhányra, úgyhogy aki érez magába elég késztetést, azt szeretettel várjuk. És a Heroes Magyarország oldalán a hírek rovatban megtaláltok mindenféle részletet, hol, hogyan, mivel, milyen e-mail címre lehet jelentkezni, úgyhogy hajrá mindenki. És ez eredeti játék, tehát ugye eredeti játék igényillik hozzá. Így van, tehát... természetesen eredeti játék illik hozzá, különben máshogy nem is lehet följelentkezni a Confluxra. Értelemszerű. Igen. Hát köszönöm akkor az eddigi hosszúdalmas, de szerintem elég tartalmas és érdekes beszélgetést. Még már csak én is egy, köszönöm a egy meghívást, kérdés. Ja, szívesen. Vendég lehettem Halkosz kabárjába. Hát én örülök neki, meg szerintem a nézők is azért jó része biztosan. Még egy ilyen trükkös kérdésem lenne, ugye, hogy van ez a Heroes nyeremjáték, amelyet éppenséggel pont részben ilyen te is, tehát neked is köszönhetünk, meg hát ugye én is kitaláltam, tehát így közös erővel összekoktéloztuk itten a játékbárhoz. Így van. És ugye azt beszéltem meg annó veled, hogy nálad mindig a gyerekek szoktak sorsolni, ugye tábor esetén is, itt is, és most is akkor végül is ez a módszer, gondoltam, hogy megoldhatnánk a nyeremény kérdés esetén, az egyik kérdés esetén, mert ugye én mondtam a nézőknek korábban is, hogy itt egy plusz kérdés is lesz, amiatt, hogy ugye itt egy nagy Steam, Heroes 6 Steam kódot lehet nyerni, amelyet majd te teszel, meg te találsz ki. Hát akkor úgy tudom, hogy a harmadik kérdést választotta a így van, a kislány a harmadik kérdést kislány sorsolta ki, úgyhogy kérlek, tedd fel a kérdést. Hát amely ugye az lenne, hogy a Heroes 3 Armageddon Blade kiegészítő, mert az első kiegészítő volt ugye a nagy sikerű harmadik rész esetén, lett volna egy új vár, amelyet később kicseréltek a Confluxra, erre az elementálos várra, és mi ennek a eredetileg szánt várnak a neve, nem tudom, hogy tudnátok-e, mert egyébként a rajongók le is szavaztak, annyit mondhatok, kicsit furcsasága miatt, és ez lett volna a tizedik név a játékban. Mi lett volna tehát ennek a várnak a neve? Ezt megtaláltok interneten, hogyha rákerestek, főleg így a kiegészítő tekintetében, akkor szerintem megtalálható a válasz. De a nagy Heroes rajongók úgyis tudni fogják valószínűleg, ugye bár. És nem tudom, mi lenne a másik kérdés, amelyet valahogy a mester tenne fel nektek. Hát a második kérdés akkor pedig az lenne, amit én teszek föl. Remélem fogjátok tudni a választ rá. Nem mondom, hogy túl könnyű, de azt sem mondom, hogy túl nehéz. Így a kérdés, akkor melyik volt az a varázstárgy, amely minden eddigi Heroes részben szerepelt? Adnék hozzá egy kis segítséget, hogy az egyikben egy kicsit más volt a neve, de a külleme nem változott a hat részen keresztül. Szóval erre a kérdésre is várjuk a választ. Na hát igen, és egyed ide Heroes ős fanatikusoknak szerintem mindenki ismert kérdés, tehát ezt már sokszor más is föltette, szerintem valahol egyszer régen, lehet, hogy pont régen az Ubisoft, vagy valahol, úgyhogy szerintem tudni fogják a rajongók. Ez egy fontos artifakt így a Heroes történelemben gyakorlatilag, nem? Tehát, így van. Úgyhogy
Hát köszönöm akkor a segítséget az ajándékok beszerzésében, illetve a plusz kérdés tekintetében is, úgyhogy itt minden jóval ellát, nem csak a játékban, hanem a Heroes Magyarország is, ugye, Igyekszünk nézőket. mindent megtenni a játék népszerűsítése érdekében, illetve hát a saját oldalunkat is próbáljuk népszerűsíteni azzal, hogy nem csak egyszerűen játszani lehet rajta, hanem nyereményekkel is próbáljuk jutalmazni azokat, akik szeretik ezt a játékot, és úgy gondolják, hogy ennek a játéknak van jövője. Reméljük, hogy lesz is mindenki. Méghozzá olyan, ami esetleg újra elhozza majd ezt a harmadik részbeli berobbanást ugye a játékos társadalomba. Meglátjuk, hát addig is várjuk a kiegészítőt, és várjuk az eljövendő versenyeket, ugye, amelyekről Így van. beszéltünk az előzőekben. Én köszönöm a részvételt. Én is köszönöm még egyszer az interjút. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Thank you.